Azt mondja Jézus Nikodémus mesternek, hogy bizony-bizony mondom néked, amit tudunk, azt mondjuk, és amit látunk, arról teszünk bizonyságot. És a mi bizonyságtételünket el nem fogadjátok. Ha a földiekről szóltam néktek, és nem hisztek, mi módon hisztek, ha a mennyeiekről szólok néktek? És senki sem ment fel a mennybe, hanem ha az, aki a mennyből szállott alá, az embernek fia, aki a mennyben van. Én azt beszélem, amit az én atyánnál láttam. Ti is azt cselekszitek azért, amit a ti atyátoknál láttatok. Nem mondtalak többé titeket szolgáknak, mert a szolga nem tudja, mit cselekszik az ő ura. Titeket pedig barátaimnak mondottalak, mert mindazt, amit az én atyámtól hallottam, tudtulattam néktek. Jézus beszédeiben többször megfigyelhetjük azt, hogy ő kijelenti azt, amit látott és hallott az atyánál. Tehát ő nem olyan dologról beszél, amit másoktól hallott, más embertársaitól hallott, hanem arról, amit ő személyesen az Úristentől hallott, és amit látott, azt arról tett bizonyságot számunkra. Azért tartom fontosnak erről beszélni, drága barátaim, mert fontos látnunk a különbséget, a vallásosság és az Istennel való élő kapcsolat között. Azon személyek, akik vallásosak, mit tesznek? Nem tennek mást, mint azok a személyek, akik tanítják őket, akik vezetik őket. Azok a személyek, akik vezetik őket, mit tesznek? Ők elmennek, és teológián, iskolákban megtanulják azt, amit mondaniuk kell. Jézus azt mondta, hogy ti azt cselekszitek, amit a ti atyáitoktól hallottatok, láttatok. Én meg azt mondom, azt csinálom, azt cselekszem, amit az atyámtól hallottam és láttam. Nem tudom, mennyire érződik a különbség a két magatartás, a két hozzáállás között. Hogy azok az emberek, akik embereket követnek, azt osztják meg embertársaikkal, arról tesznek bizonyságot, amit ők az embertársaitól hallottak, embertársaitól láttak. Az a személy, aki megismerte az élő Isten kegyelmét, Krisztust, arról tesz bizonyságot, amit ő tőle látott, amit tőle hallott, amit ő értelemben felfogott a Krisztussal való élő kapcsolatán keresztül. És ez az, ami nem mindegy, drága barátaim. Ezért nevezi a Jelenések könyve Krisztus barátait, az ő követőit bizonságtevőknek. Ugyanis számukra a mindenható Isten megmutatja a mennyek országát. Azok a személyek, akik megismerték Istennek a kegyelmét, akik megtudták, hogy van újjászületés, és részesültek az újjászületés kegyelmében, ők arról tesznek bizonyságot, amit láttak, és amit hallottak a lélektől, a Krisztust feltámasztó lélektől. És ez itt van az, hogy az ő bizonyságtételük igaz és erőteljes. Az ő bizonyságtételük tud hatást gyakorolni az emberekre, míg a vallási vezetők, akik azt beszélik folyton, amit más emberektől hallottak, akik folyton idéznek, egyszerűen alkalmatlanok arra,
hogy segítsenek embertársaiknak. Próbálkoznak, mondanak folyton, benáll a szájuk, de nem tudnak segíteni, mert nincs erő az ő beszédükben, nincs hatalom az ő beszédükben. Miért nincs erő, és miért nincs hatalom az ő beszédükben? Azért, mert ők az ő atyáiktól szólnak, az őket tanító emberektől szólnak, az őket tanító különböző vallási vezetőktől szólnak. Azt mondják, amit ők is hallottak az ő atyáiktól. Azok a személyek, akik újjászülettek Krisztusban, az ő vér által, az ő lelke által, azok azt mondják, amit hallottak és amit láttak, hol? A mennyek országában. Mert mindenki számára, aki újjászületett, a mennyek országának a valósága, kijelentetik látásban, hallásban, értelemben. És amikor azt megosztják embertársaikkal, abban van erő. Milyen erő van? Felszabadító erő. Mások is megszabadulhatnak azáltal, amit ők megosztanak embertársaikkal. Nagyon fontos odafigyelnünk arra a kérdésre, hogy nekünk van-e kapcsolatunk az élő Istennel? Mi látjuk-e az ő valóságát? Mi érezzük-e a mennyek valóságát? Hogyha beszélünk, akkor miből beszélünk? Abból beszélünk, amit láttunk és hallottunk más emberektől, vagy abból beszélünk, amit személyesen megéltünk, személyesen megtapasztaltunk, személyesen megértettünk az élő Isten kegyelme által. Teljesen biztos, hogy akinek nincsen személyes kapcsolata, személyes tapasztalata a mennyek országáról, a Krisztus által kijelentett valóságról nem tud segíteni embertársainak. Maximum csak abban, hogy megüresítse a pénztárcáját, ott hagyja egy felekezetben, egy szervezetben, és azt támogassa. De viszont a saját nyomorúságától, a saját békétlenségétől, a saját fizikai és lelki fájdalmaitól nem fog tudni megszabadulni, mert ahhoz erő kell. Ahhoz olyan személyekre van szükség, akik látták Istent, hallották Istent, látják és hallják Istent. Az ő jelenléti tapasztalják, és abból beszélnek, lélek által beszélnek, nem betű által beszélnek. Ismerik a betűt, de nem betű által beszélnek. Szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből és teljes lelkedből, és minden erődből és teljes elmédből. Sokan nem hallják Istent, és azt gondolják, hogy Isten az, aki nem hívja, nem szólítja őket. Az igazság az, hogy minden, aminek számunkra értéke van ebben a világban, erőfeszítést igényel a részünkről. A fiatalok egyetemre mennek, hogy oklevelet szerezzenek, és elfogadják, hogy ez időbe, pénzbe és erőfeszítésbe kerül a részükről. Ez mennyivel inkább igaz az Istennel való kapcsolatra? Mennyivel inkább szükséges az erőfeszítés, a kitartás és a szorgalom, hogy kapcsolatban maradjunk vele? Vajon hallhatjuk-e Istent, ha nincs bennünk szorgalom és kitartás az ő dolgai iránt? Lehet-e szorgalmunk és kitartásunk Isten dolgai iránt, a Krisztus iránti odaadó szeretet nélkül? Szerethetjük-e odaadóan Krisztust, ha nem érezzük az ő jelenlétét? Érezhetjük az ő jelenlétét, ha nem cselekedjük azt, amit ő tanított nekünk? Cselekedhetjük-e azt, amit ő tanított, ha nem ismerjük az ő beszédét? Ismerhetjük-e az ő beszédét, ha nem érzünk egy belső késztetést az igazság megismerésére? Érezhetünk-e késztetést az igazság megismerésére, ha senki sem mutatja meg, mit jelent az ő igazsága szerint élni? Te meg tudod mutatni, mit jelent Krisztus igazsága szerint élni? Hallod és cselekszed azt, amit ő mondta?